A sajtóklub országjárása során ezúttal Somogyország gyönyörű fővárosába, Kaposvárra érkezett, hogy önökkel együtt vitathassuk meg hazánk dolgait. Nagyon sok szeretettel köszöntjük kedves mindnyájukat itt a nézőtéren. Megkülönböztetett szeretettel köszöntjük a televízió nézőit odahaza. És azt javaslom, hogy ha egyet értenek, akkor vágjunk is bele. Gondoltam, hogy legyünk viccesek, de ami most következik, az egyáltalán nem lesz vicces. És... Amikor tegnap ez a hír napvilágot látott, és aztán persze ma folytatódott, én már akkor is úgy voltam vele, hogy itt most valami végtelenül szomorú és egyszer s mind felháborító dolog látott napvilágot. Ez pedig nem más, mint a Jobbik elnökének, Vona Gábornak, nem is tudom, hogy fogalmazzak, iszlamistákhoz, volt terroristákhoz, szélsőséges iszlamistákhoz fűződő kapcsolatai, kapcsolatrendszere. Nem tudom, önök közül hányan találkoztak a hírrel. Az derült ki a tegnapi napon, az Origo azt írta meg, és eléggé jól dokumentálva is van az anyag, hogy Vona Gábor legalább 10 éve kitüntetetten jó viszonyban van, hogy ne mondjam, bensőséges baráti kapcsolatot ápol egy bizonyos Cselebi nevű török úrral, aki 1979 óta Németországban él, a legkülönbözőbb szélsőséges, iszlamista, ilyen-olyan, amolyan szervezeteknek tagja, gyakran vezetője, mindenképpen szervesen kapcsolódik ez az ember a szürke farkasok nevezetű török terror szervezethez, amely terror szervezet majdnem 700 ember haláláért felel, ennyi embert ölt meg. Nem utolsó sorban a szürke farkasok nevű terror szervezet terroristája volt, azaz Ahmed Ali Akça, aki II. János Pál pápa ellen 1981-ben megkísérelte a merényletet a Szentpéter téren. Egyébként ennek a merényletnek nem csak iszlamista, török, szürke farkas terror szála van, az egész merénylet másik szála a szovjet, illetve a szovjet megbízásból a bolgár titkosszolgálathoz vezet, a bolgár titkosszolgálaton keresztül pedig egészen Dobrev úrig vezet, aki abban az időben a bolgár titkosszolgálatnak volt tisztje, egyébként pedig Dobrev Klárának, Gyurcsány Ferenc feleségének az apja. No, ezzel az emberrel van nagyon jó barátságban Vona Gábor. Ez az az ember, aki Vona Gábor törökországi útjait szervezte. Ezt úgy értsék, hogy hosszú éveken keresztül Vona évente 2-3 alkalommal ment ki Törökországba. Ilyen alkalmakkor készültek azok a felvételek, amelyeket nyilván már milliószor láttak a televízióban, ahol Vona beszél török közönsége előtt. Megemlíti, hogy az iszlám az emberiség utolsó reménye, meg hogy ők senki mástól nem tartanak, csak Allahtól, stb. És az ott összegyűlt közönség azt kiabálja hálásan Vonának, hogy szürke farkas Vona. Nyilván látták ezeket a felvételeket. Vona Gábor mindvégig tagadta, hogy neki bármikor, bármilyen köze lett volna, például a szürke farkasok nevű terror szervezethez. Tagadta ezt annak ellenére, hogy a saját Facebook oldalán
számos olyan fénykép volt, ahol ezt a bizonyos egyezményes jelet mutatja ő maga, ugye, ami a szürke farkasok jele. Ebből a szürke farkasból lett a Heller Ági néni ölében az öreg néne őzikéje. De akkoriban még... Az milyen? De akkoriban még szürke farkasként szerették a törökök Vona Gábort, és ez a bizonyos Cselebi az, aki ezeket az utakat szervezi, aztán Vona Cselebit látja több alkalommal vendégül a Jobbik vezérkarával együtt Magyarországon, és ami még kiderült, hogy ezt a bizonyos Cselebit annak idején a II. János Pál pápa elleni merénylet kapcsán perbe is fogták, fő vádlottja volt a merényletnek, mint a merénylet megszervezésének központi alakja. És hogyha mindezt most itt fejben összerakjuk, akkor föl kell tennünk hát legalább egy tucat kérdést. Nekem megvannak a kérdéseim, de kérdezném tanult kollégáimat, hogy nekik mindenről mi minden jut eszükbe. Kezdjük Gáborra. Az első, ami az embernek eszébe jut, hogy a 17. században volt már egy Cselebi. Járt már Magyarország, egy bizonyos Evlia. A történész gyönyörűen írt róla. Becsillik, mert jó forrásmunka leírja Magyarországnak a hódoltsági területeit. Tehát a dolog úgy teljes, hogy akkor járt itt ez az első Cselebi, amikor éppen a törökök uralkodtak Magyarországnak, a mai Magyarországnak a bőven legnagyobb részén. Nem lenne jó, ha újra könyvet írnának arról, hogy az igaz hitűek hogyan élnek Nagyváradon és Egerben. De ami igazán fontos, nekem az, hadd legyek jó szándékú, és mondjam azt, hogy Vona Gábornak fogalma sincs arról, hogy mit csinál. Ami egyébként a politikában életveszélyes, azt tudni kell, hogy a politikában erők mozognak. Itt nem arról van szó, hogy lapogatjuk egymás vállát és szeretjük egymást, hanem nagyon erős érdekek, nagy pénzek, hatalmi ambíciók mozognak. És egy ember, akinek szemlátomás képlékenyek az elvei, és aki szemlátomás nem tudja, hogy kikkel találkozik, és azok mire használják, fogalma sincs arról, hogy milyen közegekbe jut, és milyen csatornákat nyit, például Magyarország biztonságával szemben milyen ajtókat nyit ki. Félek mai napig sincs fogalma se arról, hogy valójában kikkel találkozott, viszont ezt nagyon fontos megérteni, hogy ilyen embert nem szabad olyan helyzetbe hozni, hogy bármilyen módon veszélyeztesse az országot. Van egy olyan mondás, magyarországi olyan szólás, hogy eladta a lelkét az ördögnek, amikor valakire, olyan emberre mondják, aki az elveit 5 percenként is hajlandó változtatni, és mindenre kész. Szerintem ez a mondás Vona Gáborra tökéletesen érvényes. Nota bene ő ezt a kifejezést kiforgatva használta is, mert ha emlékszünk, egyszer azt mondta, hogy elvettem a Jobbik lelkét. Ezt akkor mondta, amikor már indult a Spinoza házba tisztelegni a budapesti zsidóság előtt, ami kicsit távol állt a Jobbik korábbi álláspontjától. Vona Gábor szerintem azért rendkívül veszélyes mindenkire, tehát a jobbikosokra is, és egész Magyarországon nézve, mert ez az ember a jelek szerint eldöntötte, hogy az éppen aktuális hatalmat szolgálja, és az éppen aktuális elveket vallja. A törökökkel való barátsága kapcsán hadd idézek ide egy információt, amit én megtaláltam ma. Ez nagyon mellbevágó. Egy török parlamenti képviselő, úgy hívják, hogy nem tudom kiejteni, Alparslan Kavaklioglu
nevű úr. Ez az úr, ez a, mondjuk így, hogy a török nemzetvédelmi, parlament nemzetvédelmi bizottságának az elnöke, tehát nem egy kis pályás. Következőt mondta, Európa 20 év múlva muszlim lesz. Így Kerek Perec ezt így kijelentette, és ezt úgy fogalmazott, hogy olyan mértékben hódítják meg a muzulmánok Európát, hogy 20 év múlva Európában a dominancia a muzulmán lesz. Ez nem egy kis súlyú kijelentés, és nagyon közel van. Vagyis amikor miért ne ápoljon két nép barátságot? Az általában a barátság addig tart, amíg az egyik nép a másikat nem akarja legázolni. Mi bármennyire is valóban vannak bizonyos nyelvi, genetikai ismérvek, hogy valami fajta rokoni kapcsolat lehetne közöttünk. Ez nagyon régen volt, alemben az nem volt olyan nagyon régen, amikor 150 évig megszállt bennünket a török hatalom, és nagyjából Magyarország felét kiirtotta. Vona Gábor kapcsolatrendszere enyhén szólva veszélyes, kockázatos, szokatlan, majdhogy azt mondom, hogy aberrált, mert egy ilyen terrorista, hírben álló emberrel, és én azt gondolom, nem értek azzal egyet, hogy nem tudja, mit cselekszik, az, hogy a 16. látogatására le kellett, hogy essen a tantusz, hogy kikkel barátkozik. Nem, ő ezt abszolút mértékben vállalja, mindent vállal, vélhetőleg a hatalomért, és az ilyen ember iszonyúan veszélyes. Kedvesen, okosan, szeliden beszél, belenéz a szemedbe, mindig olyan választékosan fogalmaz, de körülötte térdig járnak az emberek a vérben és a szennyben és a hazugságban. Tehát ha ezt a szelíd állarcot félretolom, akkor csak borzalmakat látok a környezetében. Egy szóval egy tisztességes országban, hogyha nem közéleti gengszterekkel, ócska mafiózókkal lennénk összezárva itt egy hazába, akik uralják még mindig a politikai és a média tér legalább felét, akkor erre a sztorira, amit ma az Origó lehozott, és mindenkinek ajánlom figyelmébe a cikket, egy nagyon színvonalasan megírt, mindent kérdések nélkül tökéletesen bebizonyító, oknyomozó írásról van szó. Egyetlen válasza lenne Vona Gábornak így a kereszténység legnagyobb ünnepe előtt, hogy eltakarodik a politikából. Tehát olyan ember, aki éveken keresztül ápolt baráti kapcsolatot II. János Pál pápa merénylőjével, annak nincsen helye a parlamentben, nincsen helye tévéstúdiókban, újságok hasábjain, politikai fórumokon. A tükörpont tekintetű Kálmán Olgának is csak egyetlen egy kérdést volna szabad feltennie, így belenézni azokkal a nagy rezzenéstelen szemekkel, Vona szürkefarkas, szép fiú kis arcocskájába, és meg kéne kérdezni, akkor ugye már benyújtotta a lemondását a képviselői pozíciójáról és a Jobbik elnöki székéből. Tehát ilyen lelepleződés után morálisan a magyar közéletben részt venni nem szabadna. És arra, amit mondasz, én nem teljesen értek veled egyet, András, mert szerintem a Vona tényleg ennyire hülye. Tehát ha Vona Gábort végig hurcolták volna a Közel-Keleten, mint hogy részben végig is hurcolták, mert ő ugye Irántól kezdve mindenütt volt. Nos, én állítom, hogy az se tűnt volna fel neki, hogy egy ilyen fehér turbános, nagyszakállas fickóval beszélget, hogy ismerősen csengen a név, hogy Bin Laden, mintha látta volna már valahol a televízióban, de azt a kis pici teát csak elkortyolgatta volna. És ugye tudjuk jól ebből a sztoriból, amiről eddig még nem beszéltünk, hogy annak idején a Szentatya elleni merényletet az oroszok megrendelésére hajtották, a szovjet titkosszolgálat pontosabban fogalmazva, mert a mai orosz vezetés ugye soha ilyet nem csinálna, ellenben foggal körömmel védi a kereszténységet. Szóval visszatérve, szovjet megrendelésre csinálták. És úgy tudni, és ezekből a cikkekből is az sejlik fel, hogy Vona Gábort KG Béla hozta össze a török terroristákkal. Annyira gusztustalan ez az egész történet, hogyha nem látnám a saját szememmel, el se hinném, hogy ilyen meg előfordulhatott egyáltalán. Igen, és akkor ennek a témának a lezárásaképpen a következő kérdéseket tegyék fel önök is maguknak, meg a jobbikos szomszédnak. Egy pillanatra munkahipotézisként tételezzük fel, képzeljük el azt a
nem létező helyzetet, hogy Vona Gábor Magyarország miniszterelnöke. Nem szívesen. Azt mondtam, egy pillanatra képzeljük el. De csak egy pillanatra. És tegyük fel azokat a kérdéseket, kedves barátaim, hogy vajon azt az embert, aki 10 éven keresztül egy szélsőséges iszlamistaként, hogy ne mondjam, terroristaként számon tartott, török alakhoz fűz, szoros viszony. Önök szerint azt az embert vajon hány titkos szolgálat figyeli meg hosszú évek óta? Hány? Mondjuk a török az magától értetődik. De vajon az izraeli, az orosz, a német, ugyanis Cselebi Németországban él, a német titkos szolgálatnak, ez az Origo cikkéből kiderül, és adatolva van, a német titkosszolgálatnak fél könyvtárnyi irodalma van erről a Cselebiről. Képzeljék el, hogy Vona Gábor, a magyar miniszterelnök, vajon mondjuk a német titkosszolgálat erre mit lépne? És akit minimum a német és a török titkosszolgálat évek óta megfigyel, az önök szerint milyen mértékben zsarolható? Pillanatra képzeljék el, hogy Vona Gábor teljesen függetlenül attól, hogy éppen ma, szerda este 6:30 után 8 perccel milyen elveket vall, egy pillanatra gondoljanak bele, hogy amikor ez kiárt Törökországba szürke farkasozni, és mondjuk ott a vendéglátóival 4, 6, meg 8 szem közt maradt, hogy ott miket beszélhettek ezek egymás között. Amit minimum 2 titkosszolgálat fölvett. Milyen anyagok vannak erről az alakról, és ezt mondjuk, ha miniszterelnök lenne, akkor mikor vennék elő, hogy nyomást gyakoroljanak rá, vagy megzsarolják? Na, ezek ám az izgalmas kérdések. Most így 10-11 nappal a választások előtt. Hajárt Periblek táncos lokájában, ha nem, bár egyre inkább úgy tűnik, hogy járt, mert sorra szólalnak meg a tanúk az ügyben. Az a helyzet, hogy ezt nem akartam még ma előszedni, mert... De tényleg én riadtan várom a holnapi folytatást, ugye ma az Origo megint előállt a régi történettel, és azt kell mondjam tényleg, mint Poncius Pilátus, hogy én mosom kezeimet, mikor ez először nagyjából egy éve felmerült, hogy esetleg Vona Gábor nem csak a lányokat szereti. Én akkor megírtam rögtön, hogy ezt hagyjuk abba, felejtsük el, mert ez egyrészt, ez biztos, hogy nem igaz. És ne legyünk már olyanok, mint ők. De amiket ma az Origo lehozott ez ügyben, kezdek elbizonytalanodni, és megvárom a holnapi napot, és akkor majd állást foglalok, hogy beleállok-e én is, és nyilvánosan bocsánatot kérek-e, hogy 1 éve nem voltam hajlandó elhinni. Ezzel még várjunk, azt javaslom, de csak jövő hétig, a jövő heti szexárdi sajtóklubba. Ez lesz az első témám, hogyha úgy alakul a helyzet. A hely szellem, nomen est omen, szexárd. Hát nem cuki. De valóban egyetértek Zsolttal, annyit hadd fűzek én is hozzá, hogy ez a motívum, ez most kezd felszínre kerülni. Én tudnám tanúval bizonyítani, hogy valóban járt Vona Gábor abba a társaságba, amelyik látszatra csak egy ilyen polgári szalon volt, csak aztán a rendezvény vége felé átalakult egészen mássá. András, te hány óráig szoktál ott maradni? Én nem. Én annak idején, elég öreg vagyok, emlékszem erre a történetre, és nagy évbe kerültem, mert nekem ez nem jön be annyira. Nagyon nem jön be ez a vonal, úgyhogy soha nem mentem oda, viszonyogtam ettől. De
ami a lényeg, amire Zsolt utalt, a rizikofaktor. Tehát erről a fiatal emberről olyan dolgok derültek már ki, amik azt mutatják, hogy ez az ember őrületesen veszélyes. Tehát veszélyes, mert így van, ezerféleképpen zsarolhat, és ki tudja, még mi minden van, ami majd csak most fog felfejleni, és ez azért érdekes, mert most gondoljunk a jobbikos szavazókra, akiket úgy ismerünk, hogy radikálisak, kicsit leegyszerűsítik a dolgokat, minden fehér és minden fekete, de alapvetően patrióták. Tehát szeretik Magyarországot, elégedetlenkednek, nem úgy kellene, jobban kéne csinálni, de szeretik a hazájukat. És ezek az emberek most egy olyan embernek dolgoznak, neki akarják ajándékozni a szavazatokat, aki most elsősorban azon dolgozik, mert ezer módon zsarolható, hogy a muszlim térnyerésnek kinyissa a kaput. Az ember hátán a hidegfutkos. Barátaim, mondja a jobbikosoknak, barátaim, ki akarjátok nyitni a kaput? Megőrültetek? Picit magamat is kaserolhassam, vagy kóserolhassam, ahogy mondtuk egyszer. Az a sztorink, kollégám hónapokat dolgozott rajta, és egy bűnbánó, mafiózó adatokkal alátámaszta, komoly körítéssel ma elmondja a pestisrácok.hu-n, hogy a Jobbik vezérkarának egy másik díszes tagja, Staud Gábor, az egy nemes fémcsempész és milliárdos tételben adócsaló banda tagja volt, mielőtt a politikába nem keveredett. Valahol tanulni kellett. De most ugyanaznap kiderül, hogy egyébként Vona Gábor jó haverja, a Szent Atya merénylője. Érthető, hogy ez a sztori némiképp eltörpül a másik mellett. De nem véletlen, tehát nem arról van szó, hogy mi olyan aljasok vagyunk, hogy le akarjuk járatni ezt a szerencsétlen Jobbikot és a szerencsétlen Vona Gábort. Ezek ilyenek. Tehát annyi kabzsi, kalandor maradt a Jobbik vezérkarába, hogy így kell csak picit megpiszkálni őket, és már dől az információ róluk. A tisztességes embereket, ugyebár a valódi nemzeti radikálisokat már régen kiszórták a pártból. Aki ott maradt, az mind ilyen rongyalak. De kemény a Geri. Mielőtt rátérünk a saját dolgainkra, ha már Gábor emlegette, illetve nem, András emlegette azt a török képviselőt, aki szerint 20 év múlva Európa többségében muszlim lesz. Ma jelent meg a saját lapomban, Magyar Időkben egy Jan Valéry, francia újságíró nyílt levele, amely nyílt levelet a Visegrád Európájának vezetőihez és népeihez, vagyis mi hozzánk, vagyis önökhöz, vagyis mindnyájunkhoz intézett. És engedjék meg, hogy ez egy hosszú levél, de az elejéből egy néhány bekezdést hagy ismertessek önökkel. Mert egyszerre végtelenül megrázó és megindító és szép, amit ez az ember ír. 34 éves breton vagyok, francia állampolgár és független újságíró a szakmám. Ezt a segítségkérést számos nyugat-európai polgár nevében írom, akik naponta látják, hogy országok, térségek mélyen átalakulnak úgy, hogy hamarosan és kétségtelenül azok már ne emlékeztessenek azon nemzetekre, amelyek az európai civilizációt alkotják, amelyekhez mindannyian tartozunk. Amikor mély átalakulásokról beszélek, nyilvánvalóan a bevándorlásról és a nyugati társadalmaink iszlamizációjáról van szó. Tudom azt, hogy önök, magyarok, csehek, szlovákok, osztrákok, lengyelek, közép- és kelet-európa népei utaznak, televíziót néznek és kérdéseket tesznek fel. Vajon miért van az, hogy Párizs utcái minden múló nappal több és több afrikai arab bevándorlóval vannak teli, egyre nagyobb részüknek már van személyazonossági igazolványa, és őket elitjeink franciáknak tekintik? Miért van az, hogy azok a muzulmánok, akik Európa halálát és Allah uralmát akarják kontinensünkön, nyilvános helyeken fejezhetik ki magukat London utcáin? Miért van az, hogy Anglia fehér bőrszínű asszonyait pakisztáni migráns bandák éveken át rabszolgaságban tarthatták anélkül,
hogy a hatóságok akár az ujjukat is felemelték volna. Miért van az, hogy egy marokkói Rotterdam polgármestere és egy pakisztáni londoni? Miért van az, hogy a német, francia, angol, belga nők nem mernek már este kimenni az utcára országaink egyes negyedeiben, mert félnek, hogy bántalmazzák, sőt esetenként megerőszakolják őket? Miért van az, hogy nyugat-európai országaink, amelyek kétségtelenül a múltban az európai civilizáció motorjai voltak, ma demográfiailag kihaló félben vannak, és etnikailag átalakulnak? Nyilván önök is felteszik maguknak mindezen kérdéseket, mint ahogyan sok más honfitársamhoz hasonlóan én is felteszem. És még hosszan folytatódik a levél. Egy francia, egy breton írja ezt, emberek. 2018 Európájában. És ezt tegyék hozzá a mai hírt, hogy az a svéd képviselő, aki nemrégiben felállt a svéd parlamentben, és köszönetet mondott Orbán Viktornak és Magyarországnak, ma bejelentette, hogy már nem indul a következő svéd választáson, ellenben átköltözik Magyarországra. És akkor... Szabad még egy hírt? Persze. Franciaország, ez is egy friss hír, ehhez rímel. Franciaországba a Szent Misén, amikor a pap éppen prédikálni akart, egy migráns odarongyolt, kezébe kapta a mikrofont és elkiáltotta, hogy Allahu Akbar. Az eset a pénteki terrormerénylet utáni vasárnap egy katolikus templomban történt. A hívők megdöbbentek, és amikor az egyikük elindult, a migráns felé, az egyszerűen elfutott. Csak így beleordította a templomba, hogy Allahu Akbar. Mondhatok ehhez valamit? Egy bielefeldi szociológus professzor, ha jól idézem a nevét, Erwin Birk, írt a német Bundestagnak tanulmányokat a demográfiáról, mi fog következni. Egyébként világosan leírta, hogy 50 év, ahogy ő fogalmaz, 50 év múlva nem lesz német nemzet. Írta ezt 2005-ben. De azt is hozzátette, hogy vannak dolgok, amelyek annyira elképzelhetetlenek, hogy az emberek nem is hajlandók elképzelni. Ebben az esetben van egy érdekes különbség a nyugat-európaiak és a közép-európaiak között. Mi itt Közép-Európában, a mi gondolkodásunkban a nemzet megszűnése egy létező dolog. Mi ezt el tudjuk képzelni. A mi történelmünket megtanított minket arra, hogy ez nem egy öröktől fogva létező és önmagát újra teremtő valami, hanem ezt meg kell minden egyes napon meg kell védeni. Ezt tudják a bolgárok, ezt tudják a szerbek, ezt tudják a lengyelek, tudjuk mi magyarok. Az az érzésem, hogy az angolok, a franciák, a németek, ahogy a Birk professzor fogalmaz, annyira lehetetlenek tartják, hogy nem is hajlandók elképzelni. Olyan nincs, hogy ne legyen francia nemzet. Olyan nincs, hogy ne legyen német nemzet. Pedig van. Az nekünk, ha úgy tetszik, a keserves történelmünkből származó előnyünk, hogy mi tudjuk, hogy nekünk a nemzetünket újra és újra minden napon meg kell védenünk, ha nem tesszük, jön más. És ide, és elfoglalja, és ahogy nemzetünk tagjává lett, Zrínyi Miklós a költő mondta, nincs más ország, amelyet a Teremtő nekünk adna, hogyha innen el kell mennünk. Nekünk csak ez van. Ezt kell megvédenünk. Úgy tűnik, egy-egy ember már Bretagne-ban, már Szárvidéken, már Olaszországban megértette, hogy nem öröktől fogva való, de a többség még mindig nem érti. Annyira fontos ez, amit András mondott, és különösen az a része, hogy van, amit az ember annyira lehetetlennek tart, hogy el sem, nem is hajlandó elképzelni. Magam is elég sokat töprengek azon, hogy ha ismerik Szerb Antalnak azt a kis irodalmi bédekkelét, 30-as évek elején írta, az a címe, hogy Budapesti utikalauz marslakóknak. Geniális munka, hát Szerb Antal, hát milyen lenne.
És az a keret történet, hogy egy mars lakó érkezik Budapestre, és Szerb Antalnak kell körülvinni a városon, és megmutatni neki, hogy Budapesten mit érdemes megnézni, és hogy milyen ennek a városnak a lelke. Budapest mitől szép? És az jutott eszembe, hogy ha most ez a mi mars lakónk, a Szerb Antal mars lakója most visszajönne, és azt kérni, hogy mutassuk meg neki Európát, akkor, drága barátaim, ezt a mi mars lakónkat 2018-ban Varsóba, Prágába, Pozsonyba, Budapestre, Zágrábba, Belgrádba, föl a Baltikumba, és félve, de kimondom, Szentpétervárra tudnánk elvinni, és ott tudnánk neki megmutatni, hogy mi az az Európa. Tudják? Párizsba is elvihetnénk még, hiszen az épületek még állnak, a Notre Dame még megvan, a Sacré-Cœur is fönt van még, és a Montmartre-on is ott vannak még a kocsmák. Csak tudják, az a helyzet, hogy Európa valamikori lelkét Párizsban, Londonban és Berlinben már nem tudnánk megmutatni a mi mars lakónknak. Ez a tragédia. És hogyha van valami, ami felelősséget ró, és nem véletlen, hogy ez a francia hozzánk intéz nyílt levelet, ha van valami, ami felelősséget ró Közép- és Kelet-Európa népeire, hát az most éppen ez, tisztelt hölgyek és urak. És nem csak pusztán arról van szó, vagy kicsit kitágítva Gábor gondolatait, hogy mi már átestünk egyszer, kétszer, háromszor történelmünk során azon a lehetőségen, hogy eltűnhetünk, és Közép-Európa népei szinte mind átestek ezen. Emberek, a lengyeleket háromszor tüntették el Európa térképéről, ne tévedjünk. De arról is szó van, hogyha csak az utolsó 70-80 évet nézem. A második világháború után az egykori rettenetes emlékezetű berlini fal két oldalán élő népek 40 évig más világban éltek. A fal jobbik felén, oda át, ahova mi 40 éven keresztül vágytunk, ott egy olyan jólét volt 40 évig, amit az emberiség soha el sem tudott képzelni, hogy így is lehet élni. És hát akkor fogalmazzunk finoman, a fal innenső felén egy kicsit szerényebb volt a jólét. Csak tudják, az a helyzet, hogy az ókori ember az bölcsebb volt, mint mi, és mindent tudott. Például azt is tudta, hogy a jólét az nagyon veszélyes, mert könnyen elveszi az ember eszét és lelkét. És a nagyon nagy jólétben az ember esetleg lótuszevővé vagy disznóvá válik Kirkén szigetén. Meg ugye azt is tudjuk, hogy a jóisten, ha valakit el akar veszejteni, akkor először elveszi az eszét. És az a szomorú helyzet, hogy egyre inkább úgy tűnik, hogy a fal nyugati felén élő nemzetekkel, mintha ez történt volna. És ők azok, akik most vádlón fölemelik az ujjukat, és ránk mutatnak, hogy ti rasszisták vagytok, xenofóbok vagytok, idegengyűlölők vagytok, előítéletesek vagytok. Igen. És mi bátran húzzuk ki magunkat, és mondjuk azt, hogy köszönjük, pont ezért fogunk jelen állás szerint túlélni benneteket. Pont. És csak azt gondolják minden nap végig, az előítélet az a túlélés záloga a Föld minden egyes élőlénye számára. Ha nem lenne bennünk előítélet, már a legelején kipusztultunk volna, mert mindig konzekvensen meg akartuk volna simogatni a kardszárnyú vagy kardfogú tigrist. Előítélet nélkül nem lehet túlélni az élet nevű játékot. És mi itt a fal innenső felén most kezdhetjük megérteni azt a nagyon talányos mondatot a Bibliából,
hogy megpróbálja az Úr azokat, akiket szeret. Sose értettem gyerekkoromban, hogy miért pont azokat próbálja meg az Úr, akiket szeret. Hát miért nem azokat már eleve, akiket nem szeret, ugye? És most kezdem megérteni. Minket aztán megpróbált a 20. században. És egyre inkább úgy tűnik, hogy ez lesz a túlélésünk záloga. Ugorjunk egy témát, mert azért nyilván önökhöz is eljutott a hír, hogy egészen elképesztő, hogy micsoda ócska, utolsó gazember, korrupt disznók vagyunk mi fideszesek. Ezt ugye eljutott önökhöz is. Én is csak kapkodom a fejem, mert többen állítják, hogy a bűnt is csak nagy mértékben érdemes csinálni. Ne legyen az ember piti, ha már bűnre adja a fejét. Hát mi belehúztunk, édes véreim. Ugye múlt héten a Kósa Lajos lopott el 1300 milliárd forintot. Múlt héten erről szólt az életünk, a Kósa ellopott 1300 milliárd forintot. Tudják, az mennyi? Az a magyar költségvetési főösszegnek majdnem 10%-a. A Kósa így lop 10%-nyi költségvetést. Csak így. De ez csak múlt héten volt igaz. Ezen a héten más buli van. Ezen a héten az derült ki, hogy az FBI fedett tanújaként most Amerikában élő titokzatos arany és gyémánt csempész, természetesen Orbán megbízásából, ne tévedjünk. Ő megint kilopott 1300 milliárdot az országból, gyémántokként kicsempészte, és természetesen azért csempészte ki, hogy most gyémántokként a csengeri szélhámos nőn keresztül, akivel egyébként múlt héten még a Kósa lopott 1300 milliárdot, most már a csengeri titokzatos szélhámos nő azért van, hogy a gyémántokként kicsempészett 1300 milliárdot rajta keresztül visszacsempészszük, és az egészet ürgebőrbe varva elvigyék felcsútra az Orbánnak. De ugye tudjuk, hogy hogyan szokás gyémántot csempészni. Tudjuk. Tehát elrejtve a repülőtéri átvilágító berendezés előtt, és ha már kiszámoltad, hogy úgy stócba rakva az 1300 milliárd forint papírpénzbe mekkora tétel, hogy nehéz szatyorba hazacipelni, heteken keresztül cipelni kell azt a pénzt, azon elgondolkodtunk, hogy azok mekkora gyémántok kellenek, hogy legyenek? Aki azt szállítja. De kristálytiszta, ugyanis a semjén csak falból vadászik helikopterrel. Hát ő valójában a gyémántrögöket hordja vissza felcsútra. Hát nem igaz, hogy nem. Hát komolyan, ennyi összefüggést képtelenek vagytok fölfedezni? Hát olyan egyszerű, mint a hasmenés. Ennyi az egész történet. Egyébként most jöttem, hogy készülnek a Magyar Nemzet cikkei. Csak lehet, hogy szívnak előtte valamit. Lajos, az biztos. Igen. A nagyságrendeket egy kicsit játszunk velük. Ugye az volt az állítás az MKB bankban, ahol egyébként az életben nem volt még ennyi pénz, onnan vitték ki. 250 ezer eurónál kisebb tételekben, mert annál nagyobbat muszáj jelenteni. Valaki ügyes számtanós kiszámolta, 16 ezer sorállással kellett ezt az összeget fölvenni a bankban, azért az ember próbáló lehetett 16 ezerszer megnyomni a gombot és várni a sort, hogy ő kerüljön oda. Még akkor is, ha nyilván a banki alkalmazottak be voltak építve, és tudták, hogy azt az embert legelőre kell venni. Soron kívül. 16 ezer, hát ha napjában csak ötször ment. Az egy elég hosszú idő, igen. Az még akár egy év 365 nap, akkor igen. Egy évben, mert ötször többször nem tudott fölvenni, hát ugye? 12 év. Hát 15 évig eljárt. Tehát akkor ezt az Orbán, már tudjátok mikor kezdte, 18, de 2002-ben, mikor buktunk.
akkor kezdte kihordani a gyémántokat. Itt a, és itt az újabb szál. Hát azért, persze. Milyen ócska kis pravda lett a szegény volt munkahelyünkből, a magyar nemzetből. Ugye a Simicskának a másik lapja, az Index, ami egy, tényleg egy hangya brényivel, de tisztességesebb a magyar nemzetnél. Az Index ma például megírta, hogy a Kósa Lajosféle sztori az teljesen egyértelmű, hogy nem igaz. Amit eddig is tudtunk, meg ugye sosem mutatták meg az egész iratot, egy szélhámos nő Kósa Lajos nevében irogatott, vagy ráutaló papírokat, azt soha meg nem kapta, hogy így 800 milliót adok, úgy egymillió. Csöndbe bevallották, hogy ez egyébként nem igaz, de új sztori van most már az új 1300 milliárdban. Én lapozgattam a Magyar Nemzetet előről, hátulról, az apró híreket is. Azt hiszitek, hogy bocsánatot kértek? Leírták, hogy bocs, tévedtünk. Majd a választás után elítéri őket a bíróság. Én nekem az jár a fejemben azóta is, és segítsetek, mert ezt jó lenne tudni, hogy hol vannak azok a gyémántbányák Magyarországon, ahol kitermelik ezt a rettetes mennyiségű gyémántot, mert ugye gyémántban vitték ki, tehát a gyémántnak vagy be kellett hozni, hogy kimentek a pénzre, vettek gyémántot, ott behozták, és akkor azt kicsempészték. Szóval ez egyre bonyolultabb, arról nem is beszélve, hogy amennyire én tudom, a magyar bankrendszerben összesen nem mozog ennyi készpénz egy év alatt. Tehát a magyar bankrendszert is sokkolta ez a hír, mert a bankosok rémülten néznek egymásra, hogy valami történt, amiről mi nem is tudunk. Azt mondja, az MKB-nak az éves készpénzforgalma 18 milliárd volt egy év alatt. Itt meg 1300 milliárdról. Néznek döbbenten a bankosok, hogy valaki a hátunk mögött közlekedik ilyen bazinas zsákokkal, de ez olyan fokon őrület és agyrém, hogy elképesztő. Hogy az emberben mindig benne van a jó indulat, hogy hát ha igazat írnak, vagy hát ha van valami bizonyíték arról, amit... De tényleg ez egy mese, tehát abszolút rejtőjen. De ugye elkezdte mindenki kapirgálni, és egyetlen egy valós személyt sikerült itt az úgynevezett titkos FBI tanú körül találni, egy olyan szoci vállalkozót, aki annak idején MSZP cégek eltüntetésében vett részt. Tehát, hogyha van politikai szál, és nyilván nem 1300 milliárd, mert bűnözők mindig vannak, meg bűnözők mindig csempésznek, meg lenyúlnak, meg akármi, de ha van benne politikai szál, az is a szocikhoz vezet. Na emberek, szóval kollégák mutatják, hogy nagyjából 5 perc van a TV felvételből, akkor most már új témában nem kezdek bele, de kicsit még ízlelgessük ezt az 1300 milliárdot. Tényleg ízlelgessük, mert megéri. Tehát, az imént azt állítottam, hogy ez durván a magyar költségvetési főösszegnek úgy nagyjából 8,5%-a, tehát majdnem 10%-a. Csak hogy értsék, hogy miről is, miket is írnak ezek a tanult kollégáink oda át. Amikor 2010-ben átvettük a kormányzást, akkor a költségvetésben az úgynevezett szabad felhasználású pénz, ami ugye nincs címkézve, mert a költségvetésben mindennek helye van. De van egy mozgástere minden kormánynak, van valamennyi összeg, amit úgymond szabadon elkölthet, ebből tud fejleszteni, beruházni, építeni, amit fontosnak talál, stb. 2010-ben ez a szabad mozgásterű összeg a költségvetésben 800 milliárd forint volt, 800. Ma, 8 év kormányzás után, Orbán féle kormányzás után 1800 milliárd forint. 1000 milliárddal tornáztuk fel ezt az összeget úgy, hogy a semmihez sem értő és unortodox matolcsi gazdaságpolitikájának következtében ma gyakorlatilag nulla az infláció, és ezzel párhuzamosan mégis nulla a banki alapkamat. Azt mondták, hogy ez nem lehet. Ilyen nincs. De van. Nulla infláció, nulla alapkamat, IMF kirúgva az országból, az IMF pénz kifizetve, csökkenő államadósság, költségvetés most már nem deficites, hanem szuficides. Teremtettünk 700 ezer új munkahelyet, 700 ezer
új munkahelyet, 35%-os bértömeg növekedés 8 év alatt, 35%-os. Ők mindent eladtak, a családi ezüstöt, mi mindent visszavásároltunk, víz, gázközmű szolgáltatók, Rábasteiger, bankok, ezek mind visszajöttek. Éppen most vásároltuk vissza a még megmaradt nemzeti banki aranykészletünket, amit ők eladtak 2 zsák ropiért. Még a szeúzó kincseket is hazahoztuk, mert úgy gondoltuk, hogy itthon van a helye a családi ezüstnek. Tehát ez mind, amit csináltunk, ez mind, és eközben elloptuk a költségvetés 10%-át. Illetve konkrétan hetente lopjuk el a költségvetés 10%-át. Emberek, mondják el a munkásőr szomszédnak, aki képes nulla infláció mellett és nulla banki alapkamat mellett mindent visszavásárolni, csökkenteni az államadósságot, kirúgni az IMF-et, 35%-kal emelni a béreket, és 700 ezer új munkahelyet teremteni, és még el tud lopni 1300 milliárd forintot, az akkora zseni, hogy tilos másra szavazni. Tilos! Az országjárás következő és egyben utolsó állomása Szekszárd lesz, tartsanak velünk akkor is. A helyszíni felvételekre jelentkezni a www.ekoklub.hu oldalon lehet.